Sziasztok srácok! Ma ismét egy tök normális gagyi szerver videó következik, hát volt nagy múltja is. Ezt a szervert, amit most kihaláztam, ezt is ugyanott a szerver hirdetőn találtam, viszont ez akárhogy a legtöbb szerver, nem úgy kezdtem el, hogy most akkor én most jöttem föl és már csinálom is a videót, mert hogy néz ki. Ezzel a szerverrel, a szerver csapata konkrétan tegnap óta már úgymond veszekedek vagy beszélgetek, hogy mégis mi legyen a dolog. És hát az a helyzet, hogy én mostanában már nem azért keresem szerúkat, hogy egyből akkor GMS vagy izé, hanem én minden szerven előtte felajánlom magam, hogy szívesen segítek, hogy rendbe hozzam a szerót, mind építésileg, mind konfigurálásilag, mind egyéb dolog. Felmentem arra a szerverre, megkérdeztem tőlük, hogy lehetek-e bármi, tudok-e bármiben segíteni. A szokásos válasz ugye, hogy majd mi megoldjuk, de nem, egyébként nem ezt mondták, hanem ez a Gendari YouTube vagy ki, Gendari YouTube ez a neve konkrétan. Hát tök jól elbeszélgettem vele még az elején, most már nem. Most már ő is szemétkedik, de az elején még tök jól elbeszélgettem vele, és ő egy admin volt igazából, és ő nem tudott nekem rangot adni, illetve tudott volna, csak nem szabadott neki. Tehát ott kicsit vártunk még, hogy akkor jöjjön valaki más, közben beszélgettünk, megadtam neki a csatornám, úgyhogy ha netán látjátok ezt a videót, akkor nyugodtan lehet irkálni bármit, lehet, hogy milyen egy köcsög ember vagyok, de szerintem nekem akkor is igazam van, ugyanis hát mindjárt elmesélem, hogy mik történtek, aztán, hogy nektek ebből mi igaz, meg mi nem, az engem már kurvára nem érdekel. Szóval, kicsivel rá, egy 5 perccel később, följött egy főadmin, hát megmondta neki ugye ez a Gendari YouTube, hogy én jelentkeznék rangosnak, meg ilyenek. Azzal kezdi a gyerek, hogy akkor soroljak fel neki kapásból 10 Word Edit parancsot és 15 Essentials parancsot. Na most felsoroltam neki 11 Word Edit parancsot. Essentials parancsból sajnos annyit nem tudtam, mert miért? Akkor ti soroljatok fel fejből, úgyhogy fejből, nem internetről kinézni ám, az csalás. Fejből soroljatok fel alap 15 darab Essentials parancsot. Nem Group Management, de alap 15 Essentials parancsot soroljatok fel. Hát én talán 8-at fel tudtam sorolni, ugye a per heal, per clear inventory, per imzi, per het, per TPA, per voice, per suna, per game mode, ez már 8. Nem tudom, még egy párat ott felsoroltam talán, nem tudok többet így hirtelen. Tehát durván 8-at tudtam felsorolni. Ezt így felsoroltam neki, tehát ugye összeszedtem a gondolataimat, hogy akkor milyen parancsok vannak itt, dolgoztattam magam, hogy itt próbálják nekik minél jobban megfelelni, és a gyerek a végén így mellékesen megjegyzi, hogy amúgy ma nincs is TGF. Tehát így kikérdeztünk, de így a kurva anyádat. Tehát, hogy... És annyira fölkaptam ezen a vízen, hogy én így gyűjtögetem nekik a gondolataimat, nem tudom mióta, mert annak a Gendariannak is külön leírtam, meg ennek a főadminnak is külön leírtam, és akkor így mellékesen így megjegyzi, hogy amúgy ma nincs is TGF, szombaton 4 órakor lesz, fasz tudja miért. Mert most nem lehet téged feltétni, mert nekem olyan kedvem van, és akkor most mindenki megbaszhatja. Na, erről is mindjárt majd egy kicsit beszélek, hogy ez az időzített TGF-elés, hogy ennek mi értelme van konkrétan. Megírta, hogy amúgy nincs is TGF, hanem adott időben lesz, kb. Egy hét múlva. Hát kicsit ezen felkaptam a vizet, hát elég csúnyán írtam azért nekik, mert totál kiakadtam rajta, baszki, hogy próbálok nekik megfelelni, és akkor így megjegyzi, hogy nincs is TGF. És hát ezen kicsit kiakadtam, ott bazd megosztam, meg nem tudom, mit csináltam még, és akkor így akkor már fönn volt a tula is, és akkor megírja, hogy hát téged, ha lesz téged, akkor se veszünk fel, meg olyan embereket veszünk fel, akik ilyen tisztelettudóak, meg ilyenek. Persze az az ember tisztelettudó, aki szará kérdez engem, és akkor utána meg megemlíti, hogy amúgy nem mentél ezzel semmire. Az kurvára tisztelettudó és tök igazságos ember, igaz? Tehát, hogy ezt így megmondták, hogy így akkor téged föl se veszünk meg semmi. Ugye én elkezdtem kérdezősködni, mégis miért, tehát, hogy miért én vagyok a tehát, hogy miért vagyok én tiszteletlen? Miért voltam velük tiszteletlen? Hogy kiakadtam azon, hogy átbasztak? És hogy ezért káromkodtam egy kicsit? És ezért már én egyből köcsög vagyok, és semminek nem vesznek föl? És ez tükrözi azt, hogy én milyen építési stílusban tudok, vagy mennyire jól tudok építeni, vagy konfigolni? Eznek bármi köze van hozzá, hogy én most felidegesedtem azon, hogy kérdezgetnek, és na mindegy. Aztán később, hát próbáltam velük TS-en beszélni, csak ha a TS-t szóba hoztam, tehát azt, hogy Teamspeak-en beszélhetnénk, ezt szóba hoztam, nem válaszolt rá sose, de nem azt, hogy pont nem figyelt, hanem látszott, hogy direkt nem válaszolt, mert ha más kérdezett, annak meg egyből válaszolt alattam. Engem kérdezett a TS ügyről, semmit nem szólt. Tehát szóba se akart állni velem TS-en, hanem inkább írogatta, hogy én milyen okos vagyok, meg tehát iróniában írogatta, hogy milyen okos vagyok, meg ilyen fasságokat írogatott. Aztán estére végül arra a dűlőre jutottunk, hogy
hogy jó van, akkor majd szombaton visszanézek még esetleg, hogy akkor jelentkezek arra a TGF-re, aztán majd akkor már lesz pofájuk végre följönni TS-re, és akkor ott beszélhetünk, remélhetőleg. Hát fölnéztem ma is, mert hát azért most nem fogok baszki egy hetet várni, csak az emberi úgy gondolta, hogy hát akkor ma szombaton lesz a TGF. Felnéztem ma is. Hát írogatta, hogy hello, jó, meg mit tudom, hogy micsodákat, teljesen mindegy. Elkezdte ezt, négyen voltunk összesen a szerveren, ebből ketten adminok, egy én tag, meg egy még egy tag, és elkezd ilyet írogatni a gyerek, de konkrétan fludolta, tehát ugye de tipikus dolog, tehát ugye a tagoknak nem szabad fludolniuk, de az adminnak annak szabad fludolnia, mert az ő üzenete az kibaszott fontos, és az ő üzenete nem szennyezi a chatet, ugye bár igaz, tehát ez így van. És elkezdte szépen kifludolni, nem tudom már melyik, talán konzolból, vagy ilyen telraf parancssal. Hát most máshogy, biztos, hogy máshogy van az a parancs, de én úgy tudom, hogy a telraf parancssal lehet ilyet, hogy nem írt előtte semmit, hanem csak amik kell, csak az üzenetet. Ezt így elkezdte fludolni, hogy ha elérjük a 10 játékost, akkor ingyen mágika láda, meg mit tudom én, micsodák. És ezt így egymás után, vagy 4-5-ször kifludolta, és megírtam neki, hogy tehát most baszki, most elsőre is megértettük. Ezt írtam neki, hogy konkrétan, hogy jó, oké, elsőre is megértettük, nem kell fludolni. Ezt írtam neki. Akkor jöttek kik, hogy mi is neked ez baj, akkor húzzál innen meg ilyen fasságokat. Szerintem minket nem idegesít, hogy 4-5-ször kiírja ugyanazt az üzenetet, ráadásul tök hasztanul, mert konkrétan ketten vagyunk fönn, és kibaszott mágika ládákért nem fogunk mi 10 embert itt baszogatni neten és összehívni. Tehát nem tudom, hogy az a másik ember ki volt, az lehet, hogy hajlamos rá, nem is érdekel, de én biztos, hogy nem fogok 10 embert azzal összehívni, hogy én most kapjak egy mágikus ládát. Elég így is baznak, hogy engem hívogatnak be csoportokba, és cseszegetnek Skype-on. Én nem fogom ezt csinálni az emberekkel, a partnereimmel, akik fönn vannak Skype-on, mert én nem akarom őket cseszegetni hülyeségekkel fölöslegesen. És akkor ugye jött a kikkelgetés, folyamatosan banolni, persze nem banoltak, mert hát ők nagyon igazságosak, de folyamatosan úgy válaszolt, tehát kérdeztem valamit, és folyamatosan úgy válaszoltak, hogy egy kik formájába. Változtattam egy IP címet, meg egy nevet, aztán szépen visszamentem, és megkérdeztem tőlük, hogy hány évesek, és na most figyeljetek, a Gendari YouTube megírta, hogy 18 éves, az a másik gyerek a tulaj, az valami Golfix, mit tudom, hogy mi a neve, mindjárt megnézzük, Darkix 155 az, meg a Gendari YouTube, meg az Informi, az Jotiok, Rekka, az meg azt hiszem egy tag, mindegy, lényegtelen, ő meg megmondta, hogy 15 éves konkrétan. Hát ahhoz képest, hogy 15 évesek, és átbaszogatják az embereket, az nem tudom, szerintem nem nagyon passzol. Arról nem is beszélve, hogy egyszerűen vissza is írtak, hogy nem jövünk TS-re, hanem vissza sem mertek írni ezzel kapcsolatban, hogy TS-re jöhetek-e, vagy nem tudom én, vagy olyan tűlős dolog volt, hogy TS-re ugyan följöhetnél, de nem akarjuk, hogy fölgyere, tehát igenis, meg nem is, és inkább nem válaszolunk a kérdésedre, és megbaszhatod. Tehát, hogy vagy ez volt, vagy egyszerűen féltek megmondani a választ, nem tudom. Tehát az nem lehet, hogy nem látták a kérdésemet, olyan nincs az Isten, mert konkrétan kiírtam a kérdést, 3 másodpercre a másik gyerek is kérdezett valamit, és egyből válaszolt rá abban a másodpercben. Úgyhogy az nem lehet, nincs az Isten, hogy nem látta, hogy 28-szor kérdeztem, hogy TS-re jöhetek-e. Mert ugye meg kellett kérdezni, hogy TS-re jöhetek-e, mert ugye úgy van a szerveren, hogy a szerveren is megvan adva egy TS cím, meg a hirdetésben is megvan adva egy másik TS cím, tehát lényegtelen. Menjünk fel és nézzük meg ezt a fantasztikus szervert. Lagokat most ugye nem lehet a szerverre. Picsa fust, az lesz a jelszavunk. Szombaton 16-ra akkor lesz TGF, ezt mindenkinek leírja, és nem tudom, hogy miért nem tud TGF-elni, hogy na, ugye akkor most visszatérek erre a dologra, hogy az időzített TGF. Kérdezném én, egy ilyen komor szervelnél, ahol különböző TS-IP-k vannak megadva, most már az is meg van változtatva, illetve erről az üzenetről beszéltem, hogy sikeres regisztráció, erről beszéltem nekik, csak ugye még mindig nem javították ki, de megköszönték, hogy így válaszoltam nekik erről, hát nem baj. Ebből a szövegből tök normálisan látszik, hogy a szerveren a Skype PvP plugin fut, hát az kurva jó plugin tényleg. Pont ugyanezt szúdolgatta ki. Pont ugyanezt írogatt állandóan. Ezt vagy 4-5-ször egymás után. Igen, látjátok? Tehát konkrétan ilyen komoly a szerver, hogy mi vagyunk rajta. Hárman. Hát bétában van a szerver, de alapvetően most nem erről van szó, hanem a tudajuknak a hozzáállásáról. Tehát, hogy mire jó az időzített TGF? Vegyük a mesteremszét. A mesteremsz az egy komoly dolog. Ott megértem, hogyha időzített TGF van, hát ott ugye netán esetleg szerződés, vagy ilyesmi, vagy
vagy adószám, vagy bármi ilyesmi, amit így közösen lehetne megbeszélni, esetleg egy olyan csapat, akit össze kéne hívni, hogy ez egy adott dolgot megbeszéljünk. De ez a szerver, ez most nem sértésből, de annyira komolytalan, az enyém is komolytalan. Tehát most nem erről van szó, hanem arról, hogy így nincs benne konkrétan a rendszerben, tehát hogy olyan alapszerver, és nem olyan full komolyan vehető szerver, nincs benne konkrétan a rendszerben, és nem értem, hogy itt mi a fasznak nem tud a fő tulaj letégieffeltetni valakit. Miért nem tud azonnal letégieffeltetni valakit, és fölvenni? Miért kell nekem várnom egy hetet arra, hogy én most akkor ide visszajöjjek, és akkor tégelfeljek. Jó, persze ezt értem, mert aki tényleg akar itt valami lenni, meg izé annyira érdekli, az úgyis visszajön az adott időbe, de hát most na, tehát most mire jó ez, hogy nem tudjuk azonnal fölvenni a másikat. Ezt én így egyszerűen nem értem, hogy ez nagyon beidőzítjük, mert mi azt hiszük, hogy milyen komolyak vagyunk, meg izé. Én pont ezért csináltam, én személy szerint pont ezért csináltam az én szeromat, mert minden szerveren olyan nagy komolyság van, hogy webshop, meg weboldal, meg mit tudom én, mi a faszom, ezek szarok vannak itt. És igazából most ha tényleg valami kis komolytalanság kéne a szerverek közé, a szerver listára, hogy valami kis komolytalan szerver, ami úgy alapvetően tiszta poén az egész. Az én szeromnak a neve OnlyPvP, de most terveztem, lesz egy átnevezés, az lesz a neve, hogy Buzikraft, a Buzik szervere. Csak buzikat fogadunk. Mi a fasz? Banoljatok ki, PLS! A fasz. Na jó, szerintem ezt hagyjuk is, majd a szerumat, aki akarja, az megnézheti, elindítom neki esetleg, mert miért ne? Azt hiszik, hogy én vagyok, és tök jó, hogy hív valaki. Istenem. Ez fárasztó. Most azt hiszi, hogy az a másik gyerek a Schindler, mert tök úgy viselkedik, mint én. Ismerleg néztem pár videót erről, arról. És videót készítesz, nem? Hát igen, videót készítek, csak nem éppen és még nem szólaltál, és meg sem szólaltál eddig? Csoda. Szóval, hol tartottam? Hát, hogy konkrétan így viselkedtek velem. Na most a mapról, magáról a szerverről annyit, hogy igazából egy tök normális szerver, tehát úgy a szerver nincs is gond, inkább csak a tulajokkal. Tehát, hogy nem értem, hogy miért így viselkednek, és hogy miért kell gúnyolni a másikat, mert konkrétan jelentkeztem TGF-re, és elkezdtek gúnyolni, hogy én milyen okos vagyok, milyen fasságokkal elkezdtek engem gúnyolni. Én Schindlert nem úgy ismerem. Hát hogy ismeri? Most ne szorakozzon már, hogy most meg jó pofizni akar velem. Hogy őt nem úgy ismerem, hogy sokkal jobb fel, meg ilyen fasságokat. Nyami Hekkov. Itt meg bezárt a létező kapcsolatot. Nem tudom miért, szerintem kibannoltak, de mindjárt kiderül. IP bannoltak, hogy így, azzal az indokkal. Nem baj, hát most már megvan a szerverről a vélemény. Mondom, egy tök normális gagyi Minecraft szerver videó, hogyan ne viselkedj. Nem feltétlen velem, hanem akárki mással. Tehát, hogy nem kell viselkedni, mert igazából ez bassza a másik idegeit, és ez tényleg nem jó dolog. Mindegy, ennyi lett volna ez a videó. Ha esetleg tudtok szervert küldeni, amiben kell segíteni, nem mindig van hozzá kedvem, ezt bevallom, tehát hogyha küldtök szervert, nem biztos, hogy föl fogok menni és egyből segítek építeni, vagy bármi, de hogyha küldtök egy szervert, és esetleg látom, hogy pont olyan szerver, hogy ez így tök normálisak rajta az emberek, meg minden, akkor én tényleg elkezdek segíteni építeni, főleg most, hogy jön a nyár, és tökre unatkozni fogok. Úgyhogy ez tényleg jó lenne, hogyha küldenétek ilyen szerokat, és akkor végre az anti-GMS sorozat is elkezdődhetne kicsit komolyabban. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és sziasztok!